Különleges volt a csütörtöki nap a Berzsenyi könyvtárban, hiszen olyan csoportok érkeztek az intézménybe, amelyeket az esélyegyenlőség jegyében láttak vendégül. Mások mellett a Rumi speciális szakiskola diákja is betekintést nyerhettek az intézmény hétköznapjaiba. A könyvtári napok részeként Örökké megmarad a pillanat címmel kiállítás nyílt a gyermekotthon lakóinak képalkotásaiból. Gyermekeink értelmi sérült, autista, súlyosan halmozottan sérült gyermekek, és az igazgatónőnk Domján Néder Marietta támogatásával két lelkes dolgozónk, Kozmor Barbara gyógypedagógus, valamint Böcskei Noémi gyermekfelügyelő vezetésével gondolták ki ezt az ötletet, hogy a gyerekeknek videókat és filmeket kellene készíteni, valamint ezeket a gyönyörű képeket. A Rumi kastélyban lakó gyermekek alkotásain visszaköszön a környék természeti élővilága, madarak, fák és a négy évszak különböző árnyalatainak varázslatos színkavalkádja. Ez egy közeli kép, és ugye ahogyan esik a hó, olyan szép fehér az ágon. A magyar lakosságnak kevesebb, mint 20% a könyvtári tag. A többieket kívánja megszólítani a könyvtári napok rendezvénysorozata, amelyhez kapcsolódva idén Vas megyében mintegy 200 programot szerveznek. A könyvtárok nem zárt terek, nem poros könyvraktárak, hanem nyitott közösségi helyek, ahova azt hiszem, hogy mindenki nagyon szívesen kellene, hogy eljöjjön, és reméljük, hogy nagyon szívesen eljön, és azok is nyugodtan bejöhetnek, betekinthetnek, akik különben nem járnak könyvtárba. Pénteken a Zanati úti bevásárlóközponthoz települnek ki a könyvtárosok, ahol különböző foglalkozásokkal toborozzák az olvasókat. Első alkalommal rendezik meg október 10-én, szombaton a könyvtári éjszakát. Október 11-én, a könyvtári vasárnapon pedig az intézmények rendkívüli nyitvatartással és rendhagyó programokkal várják az érdeklődőket.